A zsidókhoz írt levél 5. fejezet 11. versétől olvasom Isten igéjét a rész végéig. Erről nekünk sok mondani valónk volna, de nehéz nektek megmagyarázni, mert estek lettetek a hallásra. Bár korotokhoz képes már régen tanítóknak kellene lennetek, megint arra van szükségetek, hogy Isten beszédének kezdő elemeire tanítsanak titeket. És oda jutottatok, hogy tejre van szükségetek, és nem kemény eledelre. Mert mindaz, aki tejen él, csecsemő létére járatlan az igazság beszédeiben. Viszont a kemény eledel az érett korúaknak való, akiknek gyakorlat által fejlettebb az érzékük a jó és rossz megkülönböztetésére. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük igédet, amely az élet minden területére útmutatást ad nekünk. Köszönjük, hogy Te azt akarod, hogy mi növekedjünk, erősödjünk hitünkben, szeretetünkben. Azt akarod, hogy egyre jobban lássék rajtunk a Te szépséged. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim! Nem tudja senki megmondani, hogy ki írta a zsidókhoz írt levelet. Bár csodálatos levél, mind stílusában, mind üzenetében, igen nagyszerű, nagyszerű irat, de nem tudjuk pontosan, hogy kik írt, vagy ki írta. Némelyek Pál apostolt sejtik mögötte, mások Apollóst, sőt, van olyan is, aki egyszerűen Priscillát tartja levél írójának, és azt mondja, azért nem írta a nevét oda, mert hát nő létére nem fogadták volna el akkor az iratot. De nem is az a lényeges, hogy ki írta, hanem csodálatos az a lelki gondozás, ami a levél íróját jellemzi. Figyelemmel kíséri a rábízottaknak, a hívőknek az életét. Ha kell, bátorít. Ha kell, int, figyelmeztet, olyan sokféle módon beszél hozzájuk, mert a levél olvasói, akinek címezte ezt a levelet, hitükben megfáradtak. Közel voltak ahhoz, hogy meghátráljanak, hogy elhagyják a keresztény hitet. És a levél írója szerette volna őket hitben megerősödni, tovább segíteni. A modern korba sokféle találmány született. Ennek nyomán szinte hozzászoktunk ahhoz, hogy pillanatok alatt információk tudomásunkra juthatnak. Valaki bekapcsolja a számítógépet, beír egy szót, vagy egy mondatot, és néhány másodperc alatt már is ott van az információk tömkelege. Ismertem családot, ahol az asszony nem főzött családnak, hanem mindig mirelit ételeket vett. Vannak tehát ilyen dolgok, hogy egyszerűen valamit gyorsan kell elkészíteni, már is ott van, elővesszük a hűtőből, előkapjuk. Hozzászoktunk ehhez a felgyorsított élethez. Anyáink még, amikor nagymosás volt, szinte egy egész napot vett igénybe egy nagymosás. Ma beprogramozzuk a mosógépet, és egy óra múlva minden kész. A keresztény életben nincs ilyen gyors növekedés. Nincs olyan, hogy tegnap még ateista voltam, holnap már ige hirdető vagyok,
vagy holnap után már evangélista. Megvan az ideje a lelki növekedésnek, de nagyon nagy baj, ha ez elmarad. Hadd mondjam a testvéreknek, hogy a Biblia különböző embertípusokról beszél. Beszél érzéki emberekről, azok emberekről, akik nem születtek újjá. Nincs érzékük a lelki dolgokra. Nem hallják az Isten igéjét, hiába látnak csodát, akkor se jutnak hitre. Beszélhetünk nekik éjjel-nappal, ők életük, az ő életük nem változik semmit. Olyan ez, mint a születésétől fogva süket embernek magyaráznak a zene szépségéről. Soha nem fogja megérteni. Így van az érzéki ember is, nem érti a hívőket. Mit beszéltek ti arról, hogy Isten, meg kinyilatkoztatás, meg Isten fiúság? Az egészből nem fog fel semmit, mert egyszer Mózes azt mondta a népiek, hogy szívtelen, süket, vak emberek. Hát az ilyen érzéki emberekre is ez jellemző, hogy a lelki dolgokból semmit, de semmit nem fog fel. Aztán vannak kiskorúak, éretlen keresztjének. Ezek az emberek már hívők, hitre jutottak, megtértek, de azért még jellemző rájuk a civakodás, a pártoskodás, a kiha én nem, szóval önmagukat szeretik a középpontba helyezni. Sokféle a gyülekezetben sokszor azért van civakodás, gondoljunk a korintusi gyülekezetre, mert ilyen kiskorúak, még éretlen hívők. Nem lehet azt mondani, hogy nem tértek meg, de mégis az óemberi természet még nagyon gyakran előtör, és úrrá lesz rajtuk. És végül persze van érett keresztjén, aki már fejlett, járatos a lelki dolgokban, tud tanácsolni másokat is, Isten igéjének mélyebb igazságait is már ismeri. És tulajdonképpen azt szeretnék a levél írói, hogy minden keresztjén eljusson erre a mélyebb lelki érettségre. Nehogy megakadjon bárhol, mert az nem egészséges. Nem régen volt a diákoknak az érettségi, amikor felmérték, hogy az a tanulás, amit kellett megtanulniuk, azt megtanulták-e, és elég érettek-e. Nem tudom, hogyha a gyülekezetünkbe tartanánk érettségit, vajon hányan buknálak meg, vagy hányan mennének át. Kik lennének azok, akikre azt lehet mondani, hogy ők aztán tényleg érett keresztjének. Kedves testvérek, a helyben járás még nem kereszténység. A kereszténység Krisztus követés. Őrbottyám, ahol 7 évet szolgáltam, ott volt a református otthon, fogyatékosak voltak ott elég sokan, és amikor látogatást tettünk ott, volt, hogy 20-nehány, meg 30 éves, egy olyan kis ágyban volt, és alig ért el a 60 centit. Nyilván érezzük, hogy ez nem normális dolog. De így, ugyanígy, nem normális dolog az, hogyha valaki lelkileg nem növekszik, nem erősödik és nem fejlődik. Kiskorúságnak megvannak a maga ismertető jegyei. A múlt rendszerben még, amikor csak ritkán lehetett kimenni nyugatra,
és egy osztálynak megadatott, hogy kimehettek nyugatra, már gyűjtötték a pénzt előre. Volt, aki mindenféle csecsebecsét összevásárolt. Jaj, ez is megtetszett neki, jaj, az is megtetszett neki. Szórta a pénzt, mindenfélét össze-vissza vásárolt. És volt olyan, aki az életre készült. Tudta, hogy mit akar elérni, és annak megfelelően vásárolt, ami itthon nem szerezhető be, és nem kapható. Ó, de keserű dolog az, amikor valakiről meg kell állapítani, hogy kiskorú. Felsorol a zsidókhoz írt levél írója néhány dolgot a kiskorúság ismérveiről. Így mondja a régi fordításunk, hogy restek a hallásra. Valami miatt nem tudnak figyelni. Nem hallják meg az igét, az üzenetet. Tudom én, hogy szerepet játszik a fáradtság is. Sokszor mondják testvérek, főleg ilyen nagy melegben, mint ami most is van, hogy testvér, hát ne haragudjon, de elnyomott az álom, mert olyan meleg volt, levegőtlenség van, és nem tudtam figyelni. Hát mondom nekik, hogy testvér, én úgy látom, hogy a testvér legalább az Úr ölébe aludt. Itt aludt a imaházban, az Úr közelségében. De van olyan, hogy elfárad az ember. Volt olyan, én nagyon szeretem az igét, mint tanulmányozni, mint hallgatni, de volt velem is olyasmi, hogy egyszerűen valóságos gyötrelem volt figyelni már az ige hirdetésre. Nem tudtam a levegőtlenség miatt, vagy mi miatt, de nem tudtam figyelni, pedig csípkedtem már magam, mindent elkövettem, hogy figyeljek rá is, és olyan nehezen ment. Hát van ilyen, hogy az ember fáradtabb, nem tud figyelni, de lehetnek lelki okai is neki. Jakab apostol azt tanácsolja, hogy legyen minden ember gyors a hallásra, és késedelmes a szólásra. Gyors a hallásra. Nem könnyű meghallgatni a másikat. Intenzíven, nem unottan, nem hogy állandóan az órámat figyelem, hogy na, mennyit beszél még. Állítom, hogy egy intenzív, egyórás figyelés kimerítőbb, mint egyórás kapálás. Én dolgoztam nagyon kemény fizikai munkát is, de az nem fárasztott ki annyira, mint egy intenzív odafigyelés. Megfigyelni, mi az, amit mond. Hogyan mondja. Vagy éppenséggel mi az, amit nem mondott ki. De következtetni lehet belőle. Azt mondják, hogy az öngyilkosok is, mielőtt elkövetnék az öngyilkosságot, különféle jeleket adnak. Csak a környezete nem figyel föl rá. Nem hallja meg ezeket a jelzéseket. Arra van szükség, hogy éles hallásúak legyünk, meghallva a másik ember problémáját. Sokféle módon lehet persze hallgatni, de szükséges egymásra való figyelés. Habakuk próféta mondja, őrhelyemre állok, megállok és várok a kijelentésre. Nem tudom, hogy a prófétának mennyi időt kellett várni, míg megkapta a kijelentést. De amikor szól Isten, akkor ő azt meghallja. Sokszor nagy baj a bőbeszédűség. Amikor valaki csak beszél, sokszor tartalmatlanul. Mondja, másik nem is jut szóhoz.
épít, hasznos? Föl kell tenni ezeket a kérdéseket. De meghallani a segélykiáltást, meghallani, amikor valaki segítségre szorul, meghallani Isten igéjéből az üzenetet, ez nagyon fontos. És sokszor eltompul a hallásunk. Megszokjuk az ige hirdetését, és már nem halljuk meg az üzenetet. Aztán azt mondja, hogy ismételten az alap igazságokra kell tanítani. Sok gyereket neveltem, tudom milyen az, amikor mindent előről kell kezdeni. Volt olyan gyermekem, amelyikkel meg kellett tanítani az egyszer egyet, a szorzótáblát. Nagy nehezen mondjuk megtanulta a hatos szorzótáblát. Másnap kérdezem, persze nem tudta. Na gyerünk előről, na akkor ismételjük át. Megint fújja, következő nap megint nem tudja. Vagy volt olyan, aki, mondom, mikor volt az első világháború? 1600, mondom, figyelj, 1914-től 18-ig. Megjegyezted? Meg, most már tudom. Másnap kérdezem, mikor volt az első világháború? 1600. De nem vagyunk sokszor így. Lelki vonalom. Alapigazságokat újra és újra el kell mondani, újra kell tanulni, mert egyszerűen képtelenek vagyunk magunkévá tenni. Vannak emberek, akik taníthatatlanok. Nem is figyelnek. Hiába magyaráz neki az ember, kiteszi a lelkét, ő nézi, hogy hogyan járnak az úton, vagy milyen madarak repülnek ott kin. Sok mindenet leköti a figyelmét. Egyszerűen taníthatatlanok. Kérdés, hogy mi mennyire vagyunk taníthatók. Az Úr Jézus Krisztus, amikor a farizeusokkal vitázott, nem egyszer pontosan ezt próbálta, hogy tanítható. Az a Simon, akinek a házába bement, amikor a bűnöstő megkeni a lábát, és ottan morfondírozik Simon, hogy hát, ha ez proféta lenne, tudná ki és micsoda ez a nőszemé. És az Úr Jézus elmond egy példázatot, hogy rávezesse Simont, hogy Simon, érted? Valóban te nem vagy olyan bűnös, mint az a nő. De te is fizetésképtelen vagy. Az adósságodat te se tudod rendezni. Ezt megérted, Simon? Vannak emberek tehát, akik taníthatatlanok. Bele merevednek a maguk igazságába, már pedig nekem igazam van, és ebből nem engedek egy tapottat sem. Pedig olyan nagy szükség lenne arra, hogy növekedjünk, úgy, ahogy Péter apostol mondja, növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus megismerésében. Növekvés. Nem tudom, hogyha összeszámolnák az ige hirdetéseket, amiket hallottatok életetek folyamán. És lenne egy mérce, hogy na, ennyit és ennyit, vajon mennyit nőtünk? Hallgatunk ige hirdetést minden vasárnap, délelőtt, délután, hétköznap, de mi az, ami bennünket ezáltal arra késztet, hogy növekedjünk, érettebb keresztjének legyünk, megbízhatóbb keresztjének legyünk, teherhordozóbb keresztjének legyünk. Isten lelke téged megvigasztalt. Ha hívő vagy,
akkor megvigasztalt. Vajon tudsz-e vigasztalni te másokat? Mert másoknak is szükségük van vigasztalásra. Tovább tudod-e adni? Azt mondja Péter apostol, hogy újjászült bennünket Isten élő reménységre. Olyan sok reménytelen ember él körülöttünk. Nem látják az életük célját. Meg tudod osztani velük? El tudod mondani, hogy benned milyen reménység él, és miért? Meg tudod fogalmazni? Ami rajtad segített, az rajta is segíthet. Teher vagy a gyülekezetnek, vagy teherhordozó vagy? Azt várod, hogy kiszolgáljanak, vagy te szolgálsz már a gyülekezetben? Fel lehet tenni a kérdést, hányan élnek a te asztalodról, hogy lelkileg táplálkoznak? Kik azok, akiket te táplálsz az Isten igéjével? Számomra olyan sokat mond az az ószövetségi történet, hogy Abdiás király, amikor a prófétákat üldözik, Akháb halálra keresi a prófétákat, megölnék az egészet. Abdiás elrejti őket, és naponta táplálja őket kenyérrel. Amit ő fizikálisan megtett, nem kell nekünk lelkiekben megtenni. Ott vannak az éhező emberek körülöttünk, szomszédok, munkatársak, iskolatársak, akiknek szükségük van lelki jeledelre. És azt az igét, amit kaptál, valahogy tovább kellene adni. Isten nem azért adja az igéjét csupán, hogy te hízzál, növekedjél, és nem is azért kell csak prédikációt hallani, hanem valahogy azt tovább kellene adni másoknak. Mert ha csak állandóan halljuk az ige hirdetést, magunkat hízlaljuk, de nem adjuk tovább, annak semmi jó eredménye nincsen. A kiskorú még tejjel táplálkozik. A nagykorú kemény eledellel. Délelőtt beszéltem arról, hogy Pál apostol elmondja, hogy mi az, amit Isten tett. Olyan jó hallani János 3.16-ot. Úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Ki hisz ő benne, el ne veszem, örök élete legyen. De jó hallani azt, hogy megbocsátottak a te bűneid. Eredj el, többé ne vétkezzél. Mindezeket nagyon jó hallani. Na és tovább. Amikor arról van szó, hogy hordozod a keresztet, amikor önmegtagadásról van szó, amikor Isten ügyéért áldozatot kell hozni, amikor esetleg keresztet kell hordozni, vagy másokat életre segíteni, úgy, ahogy a szülésznő segít a szülésnél, vajon megteszed-e? Vagy aki viaskodik lelki problémával, és nem találja a megoldást, vajon tudsz-e útmutatást adni neki? Segíteni őt, kemény eledel, erre lenne szükség. Aztán azt mondja az írás, hogy az életkorú, az különbséget tud tenni a jó és a rossz között. Különbség, ítélő képesség, valaminek a megítélése, értékelése, nem ítélkezés, tévedés, ne essék, nem ítélkezésről van szó,
hanem értékelésről. Értékes valami, vagy értéktelen? Olyan sok értéktelen dolog van, amire elfecséreljük az időnket. De sok értéktelen dolog van. Mi az, amiért érdemes fáradozni? Mi az, amiért érdemes mindent bevetni? Jézus ezt is elmondja. De lelki érettség kell, hogy igazán nekem az a fontos. Lelkemben rekesztett tűz, hogy emberek megismerjék Jézus Krisztust. Hogy ne csupán valami vallásosságnál ragadjanak le, hanem eljussanak Krisztus ismeretéig. Egyszer volt egy osztálytalálkozó egyik osztálytársnál, és hát előhozta bélyeg gyűjteményét, és kedveskedni akarván osztálytársainak, azt mondta neki, hogy kiki válassza azt, amelyiket akarja, neki adja szívesen. És az emberek nézték, jaj, de szép virág van rajta, én ezt választom. Másik pedig egy szép táj van rajta, jaj, én ezt választom. És úgy mindegyik, hogy ezt választotta, azt választotta. És ott volt egy diáktárs, nézte a bélyeggyűjteményt, és ott volt egy kicsiny kis bélyegecske, és azt mondta neki, hogy figyelj, én ezt az egy bélyegecskét választom, de nem kérem tőled ingyen, én fizetek érte, mert ez az egy bélyegecske többet ér, mint az egész többi. Miért tudta ez az illető személy ezt? Mert volt ismerete a bélyeg gyűjtésről. Nos, drága testvérek, ha egy embernek ennyire fontos, hogy ismerje a bélyegeket, és különbséget tudjon tenni aközött, hogy ez most nagyon értékes, vagy kevésbé értékes, mennyivel inkább fontos, hogy mint életkorú keresztjének naponta különbséget tegyünk. Értékes, kevésbé értékes és haszontalan dolog között. Azért is fontos a lelki érettség, mert a kiskorúakat, az éretleneket ide-oda hányja a hab, mondja a Pál apostol az Efézusi levélben. Ez azt jelenti, hogy a tanításnak ez a szele, jaj, megjelenik egy közösségben, micsoda igazságokat hallottak, ilyet még soha az életben nem is hallottam, na hát ez csodálatos, ide kell csatlakozni. Egy hónap múlva másik gyülekezetben megy, jé, hát itt hirdetik azt a teljes igazságot. Aztán össze-vissza csapódik, nincs egy konkrét biblia ismerete, szilárdsága, hogy ő mit hisz. Isten áldja meg az ő igéjét, testvéreim, és én kívánom néktek, hogy ti kivétel nélkül mindannyian érettkorú keresztjének legyetek. Hogy ne csupán megöregedjetek, de érettek legyetek a hitben. És tudjátok, Bibliában olyan sok példát találunk, az életkorúakra, akik akár a szenvedésbe helytállnak, akár a különféle nyomorúságban helytállnak, az üldözésekben is, senki és semmi nem tudja őket megrendíteni. Ilyen hitszilárdak legyetek ti is, de ehhez mélyedjetek el Isten igéjébe. Még jobban, még jobban. Amen.